Repülőn érkeztek a migránsok. A 8 vietnámi és 3 afgán illegális bevándorlót Kálósemjén mellett a Szántóföldre leszálló repülőgép hozta az országba. Magas a kihasználtság, Nyíregyházán az oltalomszeretett szolgálatnál több mint 100-an veszik igénybe a téli időszakban az éjjeli menedékhely ellátást. Munkaerőpiaci reintegráció. A Kálósemjénben most indult pályázat célja, hogy a nők úgy tudjanak dolgozni, hogy mellette a család se sérüljön. Repülővel érkező migránsokat fogtak a megyei rendőrök. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 8 vietnám és 3 afgán illegális bevándorlót egy Kálósemjén mellett a Szántóföldre leszálló repülőgép hozta az országba. A migránsokat elkapták a rendőrök. A pilótát egyelőre keresik. Szabadnapos rendőr riasztotta a kollégáit kedden este azért, mert Kálósemjéni háza felett alacsonyan szálló repülőgépet észlelt. A megyei rendőrkapitányság tevékenység irányítási központja azonnal a helyszínre irányította a nagykálói rendőröket. A gépet egy mezőgazdasági területen találták meg. Ezeket a felvételeket a rendőrök készítették. Az utasok sietve távozhattak a nem túl komfortos An-2-es repülőgépről. A hatóság jelentős erőkkel, nyomkövető szolgálati kutyák és hőkamerák segítségével terepkutatást végzett, ellenőrizték a környező útvonalakat és a közlekedési eszközöket. A nyíregyházi repülőtér munkatársai szedik szét a repülőt, az utasokat a rendőrök elkapták, a pilótát egyelőre keresik. 11 személyt fogott el a rendőrség, a vietnámi és az afgán állampolgárok illegálisan érkeztek Magyarországra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága az ügyben embercsempészés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek keretében továbbra is nagy erőkkel keressük a repülőgép pilótáját, illetve személyzetét. A repülőgép ukrán lajstroméret visel. Az, hogy hová lett a pilóta, és miért mond a kálósemjéni Szántóföldet választott a leszálló pályának, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a fagyott földön probléma nélkül tudta letenni a kisgépet. A Blick kiderítette, hogy az An-2-es típusú repülő korábban az ukrán légitársaság tulajdona volt, 3 éve vette meg egy magánszemély. A gép szétszerelése legalább egy napos munka. A rendőrség azt lefoglalta, és bűnjelként a nyíregyházi repülőtérre szállították. A 11 elfogott migráns közül csak egy-két menekül státuszt, a többi utast kiutasították. A migránsok egy részét a mögöttem látható templomkertben fogták el, nem mindenki irbújt el azonban, voltak, akiket a helyközi buszon fogtak el a rendőrök. Átlagosan több mint 200 ember veszti életét kihűlés következtében évente Magyarországon. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye alapján a hajléktalan emberek számára fenntartott éjjeli menedékhelyek kihasználtsága januárban eddig országosan 77% volt. Nyíregyházán az oltalomszeretett szolgálatnál több mint 100-an veszik igénybe a téli időszakban az éjjeli menedékhely ellátást. Évente átlagosan 200-250 ember hal meg kihűlés miatt Magyarországon. Idén eddig országosan 81 áldozata van a télnek. A téli időszakban az éjjeli menedékhelyeken és a nappali melegedőkben több mint 80%-os a kihasználtság. Pap András, a nyíregyházi oltalomszeretett szolgálat részlegvezetője híradónak elmondta, gyakorlatilag mindenki igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat, akiknek szüksége van arra, hogy valamilyen biztonságos, védelmet nyújtó helyen vészeljék át ezt a krízis időszakot. Természetesen, mint az év minden napján, így télen is nyitva vagyunk, és ebben az időszakban is folyamatosan nyitva tartanak az intézményeink, illetve az intézményünk részlegei. És gyakorlatilag mindenki igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat, akinek szüksége van arra, hogy valamilyen biztonságos védelmet nyújtó helyen vészelje át ezt az időszakot. Természetesen a szolgáltatásainkat folyamatosan biztosítjuk, ugyanúgy a különböző szociális ügyintézésben nyújtott segítséget, tisztálkodási, ruhamosási lehetőséget, adományból ruhákat tudunk biztosítani, különösen fontos ilyenkor, hogy meleg téli ruhákat, pulóvereket, kabátokat tudjunk adni azoknak, akik erre rászorulnak. És hát nyilván legfontosabb ilyenkor az, hogy legyen egy fűtött hely, ahol a napnak egy részét ezek az emberek el tudják tölteni, akik egyébként fűtetlen elhagyott helyeken, házakban, vagy utcán töltenék a napokat, vagy az egyedi menedékhely esetében az éjszakákat. Természetesen a melegedő helyek igénybevétele ilyenkor nagyobb, mint a meleg nyári, vagy a tavaszi őszi hónapokban. Az éjjeli menedékhelyet több mint 100 fő veszi naponta igénybe.
A nappali ellátásokban, ami tartalmaz egy étkezést is, 160-180 fő azok száma, akik igénybe veszik a szeretett otthon szolgáltatásait. Bár az éjjeli és nappali menedékhelyeknek és szolgáltatásaiknak is vannak bizonyos szabályai, ilyenkor a téli időszakban ettől eltekintenek, tette hozzá Pap András. Alapesetben fontos, hogy nagykorú magyar állampolgár legyen, érvényes tüdőszőrigazolással, és hát alapvetően ez télen is érvényes, de ilyenkor azért minden feltétel nélkül gyakorlatilag mindenkit beengedünk, aki hozzánk fordul, vagy biztosítjuk a szolgáltatásainkat. Akkor is, hogyha semmilyen papírja, semmilyen nyilata nincs, és igyekszünk neki segítséget nyújtani abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül tudja ezeket pótolni. Az éjjeli menedékhelyen van lábadozó szoba is, ahol lehetőség nyílik arra, hogy napközben is benn maradjanak a rászorulók, és gyógyszeres ellátásba is részesüljenek. A munkavállalás megkönnyítése és a hátrányos helyzetű nők foglalkoztatásának segítése a célja annak a pályázatnak, amely Kálósemjénben indult. A cél, hogy a nők úgy tudjanak dolgozni, hogy mellette a család se sérüljön. 200 millió forintos Európai Uniós támogatást kapott az a pályázat, amivel a nők munkaerőpiaci reintegrációját segítik Kálósemjénben és térségében. A projektben az önkormányzatok együttműködnek az első nyírségi fejlesztési társasággal és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével. A nyírbátori térségben a munkanélküliség aránya 2010-ben 25% volt, ez már a 8% alá került. Az adat tovább javulhat, ha azok a nők is el tudnak menni dolgozni, akik ma még nem. Országosan ugye 740 ezer új munkahely jött létre az elmúlt időszakban, és ebből mintegy 250 ezer, ami hölgyeket foglalkoztat. Ilyen formában van egy lemaradásunk az új munkaerő piacra való belépés tekintetében. A programnak a célja az, hogy akár rész munkaidős foglalkoztatásban is segítse a nők elhelyezkedését. A térség országgyűlési képviselője szerint a pályázaton kívül szükség van a bölcsödei, óvodai férőhelyek növelésére is. A projektben a kálósemjéni polgármester hivatala konzorcium vezetője, de részt venne Biri, Geszterét, Bökönyi és Balkány is. A program célja pedig az, hogy a nők reintegrációját a munkaerőpiacra olyan atipikus munkaerő lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet, amivel a nők minél hamarabb vissza tudnak menni ebbe a világba, de úgy, hogy nem sérülnek azok a családi értékek, amelyeket ez a kormány, illetőleg mi is fontosnak tartunk. A család az egy szent dolog, és ilyen szempontból megpróbálunk olyan jellegű szolgáltatásokat mellé fűzni, amelyben ezt a folyamatot könnyebbé tehetjük. A térségben 50 szociális témájú pályázat nyert mintegy 5 milliárd forint értékben. A források többségben a gyermeknevelés támogatására, a szociális infrastruktúra növelésére és az esélyegyenlőség javítására érkeztek. Közel 45 millió forintból valósul meg egy 26 hónapos projekt, ami az ifjúsági szolgáltatások fejlesztését célozza meg. Román, ausztriai és szerb partnerek bevonásával mind az ottani, mind a magyar fiatalok munka, szórakozási és kulturális lehetőségeit fejlesztik majd a szakemberek. A projekt legfontosabb eleme a jó tapasztalatok cseréje. EFOP-os pályázat nyitó konferenciáját tartották szerda délelőtt Nyíregyházán. Ennek kiemelt témája az ifjúság. Nyíregyháza számára fontosak a fiatalok lehetőségei, hiszen nekik fejleszt a város. Ezért fontos ismerni a szükségleteiket, tudni, hogy mitől érzik úgy, hogy ez egy élhető város, vagy éppen miért érnének vissza külföldről. A projekt külhoni partnerek együttműködésével jött létre. A programnak a fő elemei a jó tapasztalatok cseréje, illetve közös konferenciák rendezése, illetve a szakemberek ellátogatnak egymáshoz, ezáltal személyesen is tapasztalatokat, ötleteket tudnak gyűjteni, és meg tudjuk a projekt végén beszélni azt, hogy mely hova honosítható, illetve a máshol jól működő projektek vajon Nyíregyháza esetében is célra vezetőek-e, illetve hogy az itteni ifjúságnak-e ugyanaz az igénye, mint mondjuk egy szatmári ifjúságnak, vagy egy Ausztriában élő fiatalnak. A 26 hónapos projekt közel 45 millió forintból valósul meg. A projektben lesz 16 műhely, 10 látóút, tehát ennek keretében fogunk menni az országban nagyon sok felé, Szeged, Győr, Veszprém, Pécs, stb. Helyi szakembereket is bevonunk, tehát ez nem csak és kizárólag a Mustárház által megvalósított projekt lesz. Szeretnénk, hogyha a helyi szakembereket is be tudnánk vonni, és őket is elvinni látóutakra, illetőleg a különböző műhelyekre.
A Musterház 2011 óta működik együtt a csíki fiatalokkal. Ez az ifjúság esetében, ahol nagy a fluktuáció, hosszú időnek számít. Más teljesen a székelyföldi, meg az anyaországi fiataloknak az érdeklődési köre mondhatnak, azért legalábbis azt látjuk. Egy ideje, jó ideje, de most ugye van az új online világ, azért azt látjuk, hogy ugyanazt a kütyüket használja mindenki, ugye az információkat kapják meg a fiatalok. Mi igazából büszkék vagyunk arra, hogy egymásnak tudunk segíteni partnerségbe, és mondok erre példákat. Ugye nálunk Székelyföldön, Csíkban azért nagyon jó kezdeményezések vannak a középiskolások részéről, főleg diáktanácsi programok által, és több száz fiatal tudnak bevonni egy kultúrházba, egy művelődési házba. A szakember hozzátette, az alulról szerveződő programok a legsikeresebbek, hiszen így a fiatalok hatékonyabban mozgósítják a saját környezetüket. Idén is lehet igényelni az első házasok adókedvezményét, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi sajtótájékoztatóján. Novák Katalin közölte, a havi 5000 forintos két évig járó kedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha legalább az egyik fél az első házasságát köti. Az igénylésnek azonban nincs felső korhatára. A friss házasok 2015 óta élhetnek a lehetőséggel, amelynek köszönhetően két év alatt 120 000 forintot tudnak megspórolni, tette hozzá. A házassági adókedvezmény egy olyan segítség, amelyet azoknak a fiataloknak, illetve azoknak az házasulandóknak, házasságot kötőknek adunk, akik közül legalább az egyikük az első házasságát köti, és ezt rögtön a házasságkötés után tudják már igényelni, és a házasságkötést követő első két évben, tehát a házasságuk első két évében számíthatnak arra, hogy a személyi jövedelemadójukból 5000 forintot havonta meg tudnak spórolni, illetve ennyi pénzt meg tudnak takarítani. Tehát havonta 5000 forint nettó megtakarítást jelent a házasok adókedvezménye két éven keresztül, tehát hogyha ezt összeadjuk, akkor ez egy 120 000 forintos támogatást jelent. Baleset történt szerda délelőtt Nyíregyházán, 11 óra körül egy távolsági autóbusz hajtott egy személyautónak a 36-os számú főút átvezető szakaszán. A személygépkocsi hirtelen fékezett, hogy elengedjen egy szirénázó mentőautót. A busz azonban nem tartott kellő követési távolságot, és az útkereszteződés belökte a járművet. A balesetben személyisérülés nem történt, de jelentős az anyagi kár. Több játékos sorsa is eldőlt már a Nyíregyháza Spartakusznál. Az MB2-es labdarúgó csapatnál hárman már biztosan nem a Spari mezében kezdik meg a tavaszt. De a távozók mellett érkezőkre is lehet még számítani. Köztük akár az utánpótlásból csatlakozhatnak fiatalok a felnőttekhez. A keret közben jelenleg törökországi edzőtáborban készül. Rudolf Gergely és Kónya Márk már biztosan az NB1-ben kezdi a tavaszt, a két játékos már alá is írt a szerződését Balmazújvárosban. Rajtuk kívül távozik még Nyíregyházáról Máté Péter is, az ő jövője még bizonytalan, az sem elképzelhetetlen, hogy szögre akasztja stoppisát. Csernák Martin iránt két csapat is érdeklődik, őt a több játék lehetőség reményében kölcsön adja a klub, csak úgy, mint Bíró Dominikot is. Hermány Bence és Rezes László sem valószínű, hogy a Sparinál kezdi meg a tavaszt, mindketten megfelelő ajánlat esetén távozhatnak az együttestől. Ők már nem is tartottak a nyíregyházi alakulattal a törökországi edzőtáborba, ahová a 25 fő helyett végül 24-en utaztak el, mivel Bajzát Péter vírusos betegség miatt idehaza kényszerült maradni. Az utazók között Jova Levente és Rubus Tamás éppen most hosszabbította meg szerződését 2020-ig, illetve új arcok is felfedezhetők a játékosok között. Ötvös Bence csak részben számít újnak, a fiatal játékos ősszel a Sparitól került Cigándra egy évre, most féltávnál egyelőre Nyíregyházán kezdte meg a felkészülést. A harmadik számú kapus, Nagy Máté, az U19-ben teljesített eddig jól, most a felnőttek között bizonyíthat. Hornyák Marcel is ott van Törökországban, ő tavaly gólkirály volt, ősszel pedig 16 mérkőzésen 15 találatig jutott az NB3-ban. Azt reméljük, hogy nem lehet véletlen, hogy valaki két szezonon keresztül ennyi gólt termel. Ebből nyilván nem következik azonnal, hogy egy osztálya följebb is ezt meg tudja ismételni, de azt gondoltuk, hogy akkor járunk el felelősen, hogyha egy nyíregyházi születésű fiú, aki itt a Nyírbátor színeiben, tehát a közvetlen közelünkben termeli a gólokat, megkapja az esélyt.
a megye nagy klubjától, hogy ott is megmutathassa magát, aztán az rajta múlik, meg a stábon múlik, hogy ki tudjuk-e hozni belőle ezt a sok gólt egy osztálya feljebb vagy sem. A Sparinál cél, hogy az utánpótlásból minél többen eljussanak a felnőtt együttesig, így már akár most élen az U19-es játékosok közül lehetnek, akik profi szerződést kapnak és kölcsön adják őket az NB3-ba, páran pedig több lehetőséghez juthatnak, hogy a felnőtt kerettel készüljenek. A csapat jelenleg Törökországban ideális körülmények között készülhet a tavaszi szezon kezdetre, innen Lucsánszky Tamás interneten keresztül adott helyzetjelentést. Napsütésben kitűnő pályákon tudunk dolgozni, úgyhogy eddig elérte a célját, abszolút az otthoni körülményeknél messze jobb körülmények között, ugye itt most gondolok az időjárás különbségre, messze jobb körülmények között tudunk dolgozni, úgyhogy kontrolláltan napi 2, illetve 3 edzéssel. Az első felkészülési meccsét január 20-án játssza a Spari, az orosz második ligás FC Baltika Kaliningrád ellen Törökországban. Közben még tavaly év végén az is biztossá vált, hogy 10,3 milliárd forintból egy új 8000 férőhelyes stadion épül majd Nyíregyházán. A csapat az építkezés alatt sem szeretne eltávolodni a várostól, éppen ezért a tervek szerint az építkezést úgy ütömezik, hogy közben használható legyen a stadion, vagy egy olyan, az előírás szerint 1200 férőhelyes pályát alakítanak ki, melyet később a női, illetve az utánpótlás egyesület is használhat majd. Először játszhatott párost Fucsovics Márton Grand Slam versenyen, és közel is voltak a bravúrhoz a japán Nishiokával, akivel az első szettet 7-5-re nyerték, majd a másodikban 5-5-ig fej-fej mellett haladtak a hatodik kiemelt, négyszeres ausztrál Open győztes Briani Craigkel, akik végül 7-5, 5-7, 6-1-re nyerni tudtak. Fucsovics magyar idő szerint csütörtök hajnalban is pályára lép, egyéniben a 32 közé kerülés a tét a 13. kiemelt Sam Querrey ellen. Nagy élmény volt játszani ellenük, hozzáteszem, hogy egy órával a meccs előtt tudtuk meg, hogy végül is befértünk párosba, úgyhogy nagyon örültünk, úgy mentünk fel, hogy nincs vesztenivalónk, tényleg fantasztikusan játszottunk az első két szetbe. A páromban már volt egy egyéni mérkőzés, már lejátszott már 3 szetet, úgyhogy érthető, hogy a 3. szetre elfáradt. De tényleg a 2. szet végéig szinte miénk volt a mérkőzés. Kovács Richárdot, az NVSC beatboxing válogatott ökölvívóját az Országos Szövetség ajánlására meghívták a World Series Boxing londoni csapatába. A Nemzetközi Amatőr Szövetség égisze alatt futó verseny átmenetet képez az amatőrök és a profik között, itt 5 menetet boxolnak félmeztelenül a versenyzők. Kovács Richárdnak idén a főversenye az U22-es Európa-bajnokság lesz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Repülővel érkező migránsokat fogtak a megyei rendőrök. A 8 vietnámi és 3 afgán illegális bevándorlót egy kálósemjén mellett a Szántóföldre leszálló repülőgép hozta az országba. A migránsokat elkapták a rendőrök, a pilótát egyelőre keresik. Átlagosan több mint 200 ember veszti életét kihűlés következtében évente Magyarországon. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye alapján a hajléktalan emberek számára fenntartott éjjeli menedékhelyek kihasználtsága januárban eddig országosan 77% volt. Nyíregyházán az oltalomszeretett szolgálatnál több mint 100-an veszik igénybe a téli időszakban az éjjeli menedékhely ellátást. A munkavállalás megkönnyítése és a hátrányos helyzetű nők foglalkoztatásának segítése a célja annak a pályázatnak, amely Kálósemjénben indult. A cél, hogy a nők úgy tudjanak dolgozni, hogy mellette a család se sérüljön. Több játékos sorsa is eldőlt már a Nyíregyháza Spartakusznál. Az MB2-es labdarúgó csapatnál 3-an már biztosan nem a Spari mezében kezdik meg a tavaszt. De a távozók mellett érkezőkre is lehetnék számítani. Köztük akár az utánpótlásból csatlakozhatnak fiatalok a felnőttekhez. A keret közben jelenleg törökországi edzőtáborban készül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 17-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, hóval. A hidegfrontot követően csütörtökön már döntően egy melegfront alakítja a Kárpát-medence időjárását. Átmenetileg alacsonyabb, majd ismét nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka eleinte túlnyomóan borult, majd változóan felhős lesz az ég. Hózápor szorványosan előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Szorványosan havas eső, a hegyekben havazás is előfordulhat. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban az átlagosnál néhány fokkal enyhébb idő várható, több helyen csapadékkal, ami többnyire eső lesz, de északkeleten és éjszaka másutt is havazásra, hózáporokra számíthatunk. A hétvégén egy mediterrán ciklon hatására borongós idő várható, többfelé kiadósabb csapadékkal, ami szombaton zömében még eső, vasárnap viszont már hó lesz. A jövő héten szárazabb, igen hideg levegő árasztja el térségünket, emiatt felhős és napos időszakok váltogatják majd egymást. Erős lesz az éjszakai lehűlés, néhol -15 fok is lehet, és napközben is csak fagypont körüli értékre melegszik a levegő.